lépésről lépésre megyünk, és vizsgáljuk át az alapellátás minden egyes területét, és mindenhol eredményeket szeretnénk elérni. Mindenhol azt szeretnénk elérni, hogy a Gondoskodó Város program az megjelenjen, és a Gondoskodó Város program keretében egy teljes egységes rendszert szeretnénk kialakítani. És ebben természetesen nagyon fontos partner a Debrecen Egyetem, és azt szeretnénk elérni, hogy Debrecen városában olyan példaértékű egészségügyi ellátás legyen, ami az alapellátástól kezdve egészen végig a szakellátáson és a fekvőbeteg ellátáson keresztül egy egységes debreceni modellben erősen képviselve azt, hogy gondoskodó város program szemlélet legyen. Ugye mi kell ehhez? Azt szeretnénk elérni, hogy az emberek már ne betegen menjenek az egészségügybe, hanem előtte egy megelőző programot, egy szűrési programot szeretnénk kialakítani, és hol kell ezt kezdeni, nem máshol, hanem a gyerekeknél. És ezért döntöttünk úgy, hogy az ezelőtti közgyűlésen ugye az orvosi vagy az egészségügyi alapellátásba beemeltük, ugye eddig az óvodákba is volt mindig szűrés, amit házi orvosok végeztek, most viszont átalakítottuk már, ezzel kezdődött egyébként az ellátási rendszer átalakítása, hogy beemeltük őket is, az óvodáskorú gyerekeket is a szűrővizsgálatokba, a szűrőprogramokba, az iskola egészségügyi rendszerbe, ami eddig nem volt, és most már elmondható azt, hogy ha elindul ez a program is elindul, ez a központ, akkor óvodáskortól kezdve egészen addig még tankötelezett a gyerek, lehet 18-19-20 éves koráig, végig szűrővizsgálatokon fog részt venni, és ez a szűrővizsgálat, ez nem az lesz, hogy egész évben jár, és akkor mindenhova végig kell mennie, ugye a mi gyerekkorunknak az egészségügyi iskolaorvosi szűrővizsgálataira visszaemlékszünk, hanem egy központban, itt a Pósa utcán lesz ez végrehajtva, ide busszal kihozzuk őket, és egy egészségnap keretében minden gyermek megkapja azt az ellátást, ami ahhoz kell, hogy egészségesen tudjon fejlődni. Ugye ez egy komplex szűrőprogram, kezdjük azzal, hogy itt bejön a gyermek, de majd ezt igazgató úr természetesen elmondja, és részleteiben elmondja, hogy miről szól, de ami alapvető szűrés, ugye a hallás, a látás, ami nagyon fontos, EKG, tehát megnézzük azt, hogy kardiológia, a gyermekeink milyen állapotban vannak. Nagyon fontos a mozgásszervi szűrés, ugye gerinc, lúdtalp, ami szintén egy nagyon fontos kardinális kérdés a gyermek fejlődése szempontjából. Ugye hirtelen nő meg, akkor nyilván erre reagálni kell, akkor dietetikai tanácsadást fognak kapni. Személyre szabottan minden debreceni gyermeknek fogunk tudni szakemberek által ellátást nyújtani. És talán ez a legfontosabb, hogy végig kísérjük őket az óvodától kezdve egészen a középiskolás korukig, és innentől kezdve látni fogjuk azt, minden második évvel lesznek egyébként szűrések, és innentől kezdve látni fogjuk azt, hogy kinek mit kell segíteni, kit hova, tehát a szülőknek nyilván ez egy nagyon nagy segítség lesz, meg ami a legfontosabb, és ezért is mondtam el ezt egy sportnapon egyébként, hogy tudunk tanácsot adni abba is, hogy ki mit sportoljon. Az új program azon alapszik, hogy végre egységesen, egy helyre elhozva, a gyerekeknek egy élményt nyújtva tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást, hisz ez egy szolgáltatás. Ide úgy képzeljük el, egy busz be fog gördülni minden reggel, minden oktatási nap reggelén, 100 gyerek megérkezik az intézményünkbe, és a jelenleg sportnak régen a sportcsarnokot képviselte, és azt a funkciót látta el, Dühöngő néven lesz egy olyan fogadó központjuk, ahol egy újraélesztő sarok, minden időszaknak, korszaknak megfelelő figyelemfelkeltő kiállítások, de egy olyan élmény fogadja, hogy megérkezve, mint a Star Wars-ba felvonul a nevük, és üdvözöljük az iskolát, aki megérkezik. Szeretném, hogyha úgy éreznék ezek a gyerekek, hogy az az egészségkártya, amit ajándékba kaptak születésükkor, és 100%-osan fel van töltve, és ez egy ajándék tényleg, megtanítanánk a 6 találkozás alkalmával, hogy ezt jól tegyék el a mellényzsebükbe, jól őrizzék meg két kézzel, mert hogyha rájönnek és megtanítjuk, ez az egyetlen vele született értékük, akkor bizton nőnek úgy fel, hogy nem vár rájuk kórok, nagyon sok betegség, és ez a fránya szív- és érrendszeri betegség, ami Magyarországon vezető halálok ma is. Az oka a táplálkozás és a mozgás hiánya. Ez az intézmény megtanítja őket, milyen sport felé fordulhatnak. Ez az intézmény megtanítja őket, hogy mit jelent az, hogy egészséges táplálkozás, gondoskodás. Ugye megérkezve az intézménybe, két nagy csapattá osztjuk őket szét. Az egyik fele elkezdi az oktatást. Az oktatásnak két pillére van, lélek és test.
A lélekbe fogunk foglalkozni drogprevencióval, mindennel, ami árthat. De a szeretetről beszélünk, a családról beszélünk, és minden olyan dologról, ami nagyon fontos számára, hogy felnőve tényleg egy olyan egészséges társadalomnak legyen a tagja, ami érdemes, és amit meg is érdemel, és töltse legtöbb életévét egészségesen. A test magába foglal mindent, ami tanács, amit lehetőleg elmondhatunk nekik, beszélgetünk élelmiszerről, beszélgetünk majd nekik fogmosásról, kéztisztaságról, beszélgetünk nekik az élelmiszerek összetételéről, hisz nem mindig tudják, nem mindig értik meg. Beszélünk nekik a fogyásról, beszélünk nekik a sportolásról, mit is jelent ez, mit jelent egy fejlődő testnek ez az egész dolog. De a szűrések kapcsán nagyon komoly vizsgálatokon mennek keresztül, persze játékos formában